Egy ilyen sóra a beállás iszonyú munkát igényel. Rengeteg ember dolgozik azon, hogy ez a mestermű színpadra kerüljön egy olyan elit közegbe, ahol nem érdemtelenül kaphatja meg azt a figyelmet, ami kijár neki. Tevérnek munka, talán nem is lehet szavakba önteni. Vigyék a lándzsáikat is! Zsiráfokat takarjátok le, a törpéket meg tegyétek be a ládákba! Jó! Jó! Jöhetnek az elefántok! Nem beszélve a díszletről. Több tonna fa, 10 mázsa réz, a fényorgona, a táncosok, az állatok. Lányok! Meg kell fürdetni a medvét! Na, gyertek már! Ez egy hatalmas produkció, és hát mérhetetlenül felháborít, hogy emiatt a gyökér miatt le kell pakoljuk az egész színpadot. Hölgyeim és uraim! Fogadják megértő szeretettel, óriási tapssal, kicsorduló könnyekkel, az izgalomtól elcsukló sikolyokkal, ökölbe szorult talpakkal és indokolatlanul nagy ovációval azt, akiért ma összegyűltek, a színpadon Mogács Dániel! Hát, ez óriási! Köszönöm, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon jól esett. Örülök, hogy itt vannak ennyi sok értelmes ember, mert az az igazság, hogy én egy ilyen réteg humort képviselek. Csak a különlegesen intelligens emberek értik az én humoromat. Persze most páran összekacsinthatnak, hogy jó, persze, hogyha én nem nevetek a Mogácson, akkor nem vagyok intelligens. Igen, ez így van. Az etikett szabályokat úgy látom, hogy betartják, bár azért van egy-két etikett szabály, amivel én hadilábon állok. Azt nem tudom, ismerik-e, hogy társaságban nem illik sugdolózni. Ugye? De akkor hol sugdolózzak? Te tényleg ezt tudja valaki? Otthon egyedül? Jaj! Na végre itthon vagyok. Csak halkan mondom, hogy meg ne halljam. Csúnyán kopaszodom. Ennek olyan túl sok értelme nincsen. Most válogatott kis történeteim lesznek előadva. Nagyjából azért a férfi és a nő körül fogunk mozgolódni. Van egy lényeges különbség kettőjük között. Az egyik egyszerre több dologra tud koncentrálni, a nő, míg a férfi csak egyre. És ezt leginkább az evésnél lehet megfigyelni. A nő ugyanis eteti saját magát, a gyerekét, közben kotorászik a táskájában, mobilozik, újságot olvas, és folyamatosan beszél a férjéhez. Megvan az a kép, ugye? Figyelj, drágám, akkor kifessük a kiszobát kékre, jó? De az ákék. Tudod, melyik az ákék? Az ákék, figyelj szám, az ákékre. Aztán megveszik a Lacikának a manuskás pólót, de nem olyan olyan furcsa fejjel néz a manuska jobbra, nem olyan. Ez megy, és közben a férfi, mint a víziló a tóban. Az összes agycsejtje azon dolgozik, hogy el ne harapja a nyelvét. És a nő az nem csak a saját tányérjára tud odafigyelni, hanem a férfiéra is. És halál pontosan tudja, hogy melyik rajta a legjobb falat, amit adott esetben, mint a kígyó. És a férfinak esélye sincs, érted? Tehát ne, kérlek, ne csináld, jól, bazd meg, rabáljad meg. Elmondom azért, hogy a hölgyeknek, hogy mire gondol a férfi ilyenkor evés közben, semmi másra, csak arra az egyre, hogy azt a borsót átteszem a nyelvemmel balról jobbra, kipukkasztom és rányelem a húsra. Következő falat. Bele lehet verni a villát a halántékába, ő akkor is csak erre fog tudni koncentrálni. Egy hely van talán, ahol a férfi több dologra tud koncentrálni, mint a nő, az a székelés. Mert ugye de visz magával mobiltelefont, újságot, könyvet, én legszívesebben egy egész tábot is vinnék magammal, hogy gyerünk gyerekek, rakjuk össze ezt a mai napot. Ugyanis a férfi székelés közben informálódik, kulturálódik, átfuttatja a világ rezdüléseit saját magán. Én azt szoktam mondani, hogy a férfi a széklet helyén keletkezett űrt feltölti tartalommal. Legalábbis muszáj volt valamit mondjak az asszonynak, hogy miért szarok egy órán keresztül. Mert a hölgyeknél nincs meg a székelés kultúrája, ugye? Ők úgy székelnek, mintha nem is történne semmi.
Annyi az egész, mint egy botlás. Kész, megvolt. De lehet, hogy az már kettő volt, érted? Az átöltözős bűvésztjük, az ilyen, nem? Bemegy, kijön, papám, és már meg is vagyunk. A férfiak nem tudnak már gondolkodni sajnos vécézés közben, mert kijött az okos vécé. Nem tudom, hallottak-e már erről valamit? Van-e a gazdagabbaknak esetleg Páholyban valakinek? Nincs. Urbólogat, kopasz, vigyázzon, látom ám, hogy csillan a fel. Hát akkor elmondom, hogy miről szól, hogy működik. Először is mellé állsz, érzékeli, hogy te ott vagy, és kinyílik. Dolgozzál, kis gazdá! Fokra pontosan beállítható az ülőke. Nem tudom, mi az ideális hőmérséklet, gondolom, ami a segged éreszte. Külön rabszolgával összehangoljátok, és megvan. Ezen kívül van hozzá távirányító. Na, az minek? Mert a fosnot kell, úgyis bemegy a kanyarba, nem? Azt nem hiszem, hogy annyira okos, hogy eléd szalad a busz megállóba, hogy ho-ho, kis gazdám, látlak, gyere, megcsinálod, gyere, ho-ho-ho, ügyes vagy, öreg, kérem. Én eleve azt hittem, hogy az okos vécé az olyan, hogy elugrik a szar elől. Erre annak van esze, érted? Nem tudom, kinyak, kifúj, kitöröz. Na de, ha belenézel randi előtt a tükörbe, akár bevallod magadnak, akár nem, ez jár a fejedben, hogy mindegy, hogy nézek ki ma este, csak ne úgy, mint én, mert az kurva gáz. Ugye? És ezért elkezdenek, hát először is egy iparág nőtt ki ezen, hogy mindent megvehetsz, ami azzal kapcsolatban van, hogy te jól nézzél ki. A másik pedig az, hogy elkezdenek az emberek átalakulni. Elfogyott az emberekből a kedély, és átvette a helyét a keménység. Ilyen indokolatlanul kemény emberek kapaszkodnak a buszon, villamoson. Ilyen kis Clint Eastwoodok. Az a 14 év, amit leélt eddig az életéből. A rózsadomban. A PlayStation előtt az megadta neki azt a keménységet, mint nagyapáinknak a donkanyar. És itt van például a rap. Ez egy rendkívül kemény műfaj. Az először is tartatik egy ilyen széles szájú beszéd. Valahogy szűrik a szavakat a foguk között. Nem tudom, mi a faszért, de ez mondja, mert szakmada faka. Ez még megy a kézrázás, mint a taknyot rázna le a kezéről, mert szakmada faka. Kell egy olyan testtartás, mint hogyha egy zsák krumplit raktak volna a tarkójára. Szakmada faka. De a legkeményebb rapperek valamiért még így fogják a makjukat is. És a másik kezével rázza a taknyot, ma de szakmad. A gyerekem szokott így áldogálni, mikor nagyon kell neki pisilni, de annyira jót játszunk, hogy nem akar kimenni. Na, hát ez ugyanúgy. És ez még tartozik a rapper divat is, ami úgy néz ki, hogy egy 4 méteres néger ruhájában van egy 12 kilós gyerek. Olyan, mintha a ruha magától sétálna a megállóban. Szóval azt hittem, hogy valaki ott hagyta a Tornac utcát, erre fölugrott a buszra. És hogyha két ilyen rapper találkozik egymással, fél óra, mire megfogják egymás kezét, nem? De csá, törzsi jelek. Ha négyen búcsúzkodnak egyszerre, egy biztos, hogy lekési a busz. Egyébként régen én is keménykedtem, csak akkor még... hát 8 éves voltam, és western hős szerettem volna lenni. És én felnéztem a western hősökre, mert azok mindig izzadtak a halántékukon, nekem meg ez sosem jött össze, olyan száraz a fejem, mint egy elefántnak. De aztán nagyapám vett nekem egy műbőr serif kalapos, stílusosan még a 80-as években vörös csillaggal a közepén. És hogy üldögéltem kint a műbőr kalapban, egyszer csak a tűző nap kipálasztott a fejemből egy veríték cseppet. Ó, Istenem! Köszönöm, megcsináltam. Innentől kezdve elkezdtem átalakulni veszternőssé. Először is ólában jártam mindenhova. Hát, ha lesz egy ló, amelyik alám szalad. Rekett hangon beszélgettem mindenkivel, és hogyha lehetett, háttaláltam, hogy meg kelljen fordulni. És mindig úgy néztem, mintha veszettül fújna a szél. Ezzel még nem volt semmi gond, a gond azzal volt, hogy átjött a szomszéd néni szólni anyáméknak, hogy csináljanak már gyerekkel valamit. Mert reggeltől estig őt nézi. Ugyanis a szomszédnénének hosszú ősz haja volt, és én egyértelműen a Navahók törzsfőnökét láttam benne. Egész nap azon gondolkodtam, hogy hogyan fogom megölni.
Kis idő múlva csatlakozott hozzám az öcsém is, aki viszont gondterhelt férfi szeretett volna lenni. Ő ezt úgy képzelt el, hogy egy gondterhelt férfinek ráncos a homloka. Na most 6 évesen csak úgy lehet ráncos a homlokot, hogyha felhúzod így a szemöldöködet. És nagy állat is szeretett volna magának, úgyhogy teljesen beleillett a kis debil a képbe, kapott kis kalapot, kis pisztolyt, és már 2 groteszk sétált kéden fogva a kertbe. Akárhányszor jöttek hozzák vendégek, egyből inzultáltuk őket, már léptem is ki a bokorból. Hello, hello, fiatal úr! Nem félsz, hogy Lukas lesz a bőröd? Anyám persze rohant oda, hogy megmentse a helyzetet. Jaj, elnézést a Dani csak veszternősült. Hé, anya, maradj ki ebből, jó? A félkegyelmi majd megvédi magát. És még az sem hozott ki minket a keménykedésből, hogy nem tudtuk kimondani az R betűt. Pedig az azért nagyon hülyén hangzik, hogy... Hőcskös! Tele a tája a jevói vejednek! Na de hát a gyerekeknek ez abszolút meg van engedve. Ezt a keménykedést alapvetően az állatvilágból hozzuk magunkkal. Én nagyon szeretem az állatokat, mondjuk talán egy kivétel van, egy erős kivétel a nyest. Nem tudom, kinek mászkálja össze reggelre a kocsiját a nyest. Mondom, sokan vannak így. Bármekkora is a szárasság, ennek a rohadéknak mindig sáros a mancsa. Én nem tudom, hogy csinálja, hogy legyen ízzad a tenyere bevetés előtt, hogy friss fényezés, jaj, ne vagy. De szerintem nem ez van, hanem annyira gonosz, hogy már eleve saras vödrökkel érkezik. Magás, a jó édes anyádat. Nem megmondtam, hogy mocskosan szeretem. Na, akkor itt van egy angyalka a motorháztetőre. Tessék! Most szépen fölhúzom a seggemlyukát a szélvédődön keresztül a tetejéig, és oda tojok egy akkorát, hogy úgy kell róla leszállni, mint a motorról. Viheted? A székletébe mindig van megy mag. Télen is. De hogy van egy nagyanyja, aki félre rakja neki a spejzba? Gyere, mucukám, ezt a mogácskocsijára küldöm. Futás, édesem, szióka! És azt mondják ezek a zsenik, hogy pillepalackokat kell tenni a kocsi köré, mert az megzavarja az állatot. Hát anyádat zavarja meg, nem az állatot. Jó, hogy nem egy megterített asztallal a pincérruhába várom. Jó estét, uram, kicsit késett, remélem, minden rendben van otthon. Szabad a bundáját? Foglaljon helyet, előételnek kezdhetünk egy kábeldarabbal, vagy szétbassza egyből az egész autómat, hogy csinál. Borzalmasan idegesítő állat, és a nyest az mondjuk tökéletes. Tehát ő vele nem szúr ki annyira a jóisten, mint mondjuk a rózsabogárral, aki nem tud repülni, de cserébe járni sem. Olyan, mint hogy egy OK-s tanfolyamon tanult volna meg repülni, nem? Ez a... Eladatik a csapkodjad, nagy király vagy! És hogy kanyarodok, főnök? Hát ez egy OK-s tanfolyam faszfej. Talált ki? Ha berepül a házba, az biztos, hogy nem talál ki, érte? Szerintem a fényt sem érzékeli. Annyira hülye, hogyha lemontod a falakat körülötte, bennmarad az alaprajzba. És látszik, hogy egy ilyen gyötrődő bogár. Tehát érzi, hogy vele kicsesztek, nem tud olyan laza lenni, mint a lószúnyog, aki mikor berepül hozzád, olyan, mint egy beszívott hippi. Hello, szevasz, egy kört repülök, tök jó itt a buli, mindjárt megyek, csak... Valahogy próbálsz rajta segíteni, hogy kitegyed az ablakon, véletlen leszakított 3 darab lábát, és látszik a fején, hogy nem érdekli, érdekli. Nem számít, már tépj hozzá még 2-t, persze, tartsátok meg, ciao, szevasztok, hello! És akkor van a szúnyogok közül a szúnyog, a bérgyilkos. Tömeg közben a sötét szobába. Hol a kurva anyádban vagy? És van még egy X-képességű állat, az a csirke, ugyanis annak lecsapod a fejét, az még rohangászik, elköszön a rokonoktól, aláírja a papírokat, aztán átmegy a más világra. Ő nem zavarná annyira, hogyha a szélerőmű lecsapná a fejét, mert azt mondják, hogy most, hogy az atomenergiában és a napenergiában van a lóvé, már a szélerőmű nem jó, mert lecsapja a madarat.
Azért az elég nagy baj, nem, hogy pont a madarat, hogy... Én nagyon szeretem az állatokat, de az a madár, aki nem vesz észre egy szélerőművet, az hadd menjen, nem? Hát milyen madár nem vesz észre egy szélerőművet? Gyengén látó? Wow! Te csodás felhő! Esetleg az öntudatos, nyakas madár, aki kapaszkodik egy faágban, nézi a horizonton az erőművet. Én nem kerülök, bazd meg. Nekem nem mondják meg. Nekem nem mondják meg, én nagy madár vagyok. Mi vagyok én, Lacika? Gólya vagy, főnök, gólya vagyok, a kurva anyukat megbasszák. Ezt figyeld! De volt, aki azt mondta, jó, jó, igazam van, mert nappal még látják, de az éjszakai madarak, azok nem. Az éjszakai madarak, mire gondoltál az éjszakai madarak? Melyik nem lát? Hát, például a bagoly. A bagoly. Akinek akkora szeme van, mint a tehén feje. Róla beszélünk, akire ráadásul 360 fokba forog a feje. Tehát nem elég, hogy odafelé nézi az erőművet. Miután megkerülte, hazafelé is még 80 kilométeren keresztül. Ma például a foci, nem tudom, ismerik-e, már a sportokról beszélünk. Ismerik? Külföldön játsszák. Hát Viktornak annyira nem jött be a taktika, mert ő úgy gondolta, hogy a stadion az egy ilyen focista keltető. Jó, meg van építve. Stadion ki van téve a napra. Nap süti a gyepet. A gyep alá meg be vannak dugdosva a kis Ronaldo magok, és várom. Hát, aki kell az egyik, nem? Gyere, gyere, geci, fejre adja, gyere, gyere! Biztos megvan mindenkinél az a párbeszéd. Drágám, add ide a vajat a hűtőből. Ekkor a férfi kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, lassan betolja a fejét, egész addig, amíg az orra már szinte a vajat érinti, és fölteszi ezt a genetikailag belekódolt kérdést. Hol van? Ugye ez megy. Szerintem, ha a nő kér egy tárgyat a férfitől, az automatikusan törlődik a férfi látómezejéről. Ettől függetlenül mindent meg akarunk tenni a nőkért, hát most már inkább a gyermekeinkért, de hát a gyerek az egy csoda, nem? Az tényleg egy csoda, egy fantasztikus dolog. Főleg a sajátod, mert a többi kis cickány... A cickányok nem annyira, de a sajátod az valahogy messze magasan kiemelkedik a többi közül, nem? Egy rózsaszín szeretett aura veszi körbe a gyermeket, és bármit megtenne az ember a gyerekért, ha azt kérné tőlem, hogy feküdjek le önnel, kisasszony, gondolkodás nélkül megtenném. Ha azt, hogy önnel, uram, azon már gondolkodnom kéne, de hát a gyerek az gyerek, úgyhogy végig kell csináljuk. A lényeg az, hogy tényleg bármit megtesz az ember a gyerekért, talán így történhetett meg az is, hogy egyik nap azzal jött a feleségem, hogy holnap aktivitás napja van az óvodában, ezért lehet vinni a gyereket biciklivel egy békanyomdáért, vagy talicskával két békanyomdáért. Lehet, ugye? Akkor ez nem kötelező. És már mentem is. De éreztem, hogy szorul a hurok. Igen, lehet, és biztos nagyon örülne neki a kiskölyök, ha végig talicskáznátok a falun, meg annak is, hogy két békanyomdát szerez a csoportnak. És mikor kell vinnem? Hát, hogy mikor? Reggel. Na pont ezt nem szerettem volna hallani. Reggel, ugyanis én nem vagyok ember. Én éjszaka dolgozom, éjszaka élek. Ha már mindenképpen reggel föl kell keljek, akkor ahhoz kávé kell. De a kávét azt nem lehet csak úgy tarkóra dobni, mint egy pálinkát, mert az egy szertartás. Amikor is álomországba bóklászó lelkemet, visszakönyörgöm a testembe. Mert hogyha azt csak gyorsan visszarántom, akkor kurva ideges lesz. És akkor nem én fogom elvinni a gyereket az óvodába, hanem egy pszichopata sorozatgyilkos. Ezért nagyon korán ébredtem, hogy még be tudjak kávézni. Egy agysejtem működött, a szememet nem tudtam kinyitni, a hálmat betukni. Ez az egy agysejt azért felelt, hogy eljussak valahogy a konyhába, ott elkészítsek egy tökéletes kávét, amit a lehető legnagyobb biztonságban elszállítok a dolgozóba, ahol megkezdődik a szertartás.
és amikor kissé kapkodva az agyhalott testen futott a dolgozó felé, akkor jött szembe a manzsetta lukammal a kilincs, ami lassan fölfűződött rá, és az egész elixír fölcsapta a plafonra. Kész, legördült egy könycsepp, ezt a napot most kávé nélkül kell végigcsináljam. Résnyire kinyitottam a szemeimet, úgy néztem ki a tükörben, mint egy ilyen rossz indulatú kínai segédmunkás. Se baj, legalább megy hozzám a talicska. Kimentem kint, hideg, rengeteg fény, nagy nehezen megtalálom a talicskát, és akkor látom, hogy tele van sittel. Most zárójelbe jegyzem meg, egy rendezett kertben nincs helye a sittkupasznak. Annak a talicskában van a helye, egész addig, amíg el nem párolok. Úgyhogy gondoltam, hogy fogom a gyereket, ráteszem a tetejére, elviszem az egészet az óvodába, az ott kiborítom, vigyék a picsába, aktivitás napja van. De annyira nehéz volt az egész, hogy alig bírtam megmozdítani. Úgyhogy csak elkezdtem körözni a kertben, mint egy ilyen talicskás bolygó hollandi, egész addig, amíg meg nem hallottam a feleségem csilingelő hangját az ablakból. El fogtok késni! Egyből az egészet kiborítottam ott, ahol voltam. Legalább ez a probléma megoldódott, viszont láttam, hogy tiszta föld az egész talicskát. Itt nem lehet beletenni egy gyereket. Hirtelen ötlettől vezérelve kicsapattam slaggal, és akkor láttam, hogy a föld lassan kezd átváltozni sárrá. Éreztem, hogy most fog elpattani egy ír az agyamba, de olyan erő vagy kibassza a talicska alját. Nejlonzacskó kellene. Most minden egyes háztartásban, ahol élnek asszonyok, rengeteg nejlonzacskó van, ugye? Mert az asszonyok nejlonzacskó gyűjtők. Úgy tapad hozzájuk a műanyag edényke, mint az ülőhöz a mágnes, igaz? De ezeket a nejlonzacskókat nem lehet ám ilyen alantas dolgokra felhasználni, mint hogy kibérelek egy talicskát, nem. Ezeket különleges alkalmakra tartogatjuk, igaz? Gondolom majd, mikor jön a pápa, azzal integetünk neki, nem tudom mire jó, de nagy nehezen kikunyeráltam egyet, abból megvolt a talicska fele, a maradékot kutyakaki zacskókkal béleltem, 30 darabbal meg is voltam, jöhet a gyerek. Most a gyerek nem láthatja a szörnyet. Előtte mindig kedves és mosolygós vagyok, ezért meghasadt tudattal talicskáztam végig a falun. Egyik felem a gyerekhez beszélt kedvesen és aranyosan, míg az ördög a fejembe őrjöngött. Kis Krambó, hát mekkora királyság kerülgetni itt a kátyukat a mínusz 20-ba? Vajon kinek az ötlete lehetett ez, hogy basznám bele a talicskát, hogy csak a kereken lóg ki? A nejlonzacskók repkedtek utánunk, mint hatalmas nejlon pillangók, a talicska pedig nem volt beolajozva. Tehát olyan mérhetetlen hangon visított, mint hogyha dementorok cikáznának az utcákra, érted? Kutyák vérző füllel hátrálva futottak az ójaikba, hogy még lássák, kivette el a hallásukat. A falusiak viszont előjöttek a zajra, és beszélgetés kezdeményeztek. Ha-ha, magácsú, egy kicsit meg kell locsolni, akkor nem nyikorog annyira. Maga nekem nem mondja meg, hogy nevelem a gyerekemet, jó? Jaj, de édes Bogács úr, hát miért vízi taricskával a kis kölyköt? Mert a babakocsit folyton telefossa, azért van alatta a nejlon. Most ezt nem tudom, hogy kimondtam-e, vagy gondoltam, de a lényeg, hogy egy önkívületi állapotban én kitoltam volna a gyereket a világból, ha csak nem szól, hogy állj már meg, apa, itt az óvoda. Megálltunk. Bementem a folyosó végén, várt egy szakszervezeti bizalmi, a pecsétek őrzője. Egy anyuka, mondtam neki lelkesen, én is a gyerek talicskával jöttünk, két békanyomdát kérnék. Milyen két békanyomda? Hát béka kettő, mit nem ért? A bicikliért jár egy békanyomda, de a talicskáért nem jár semmi. Akkor elmondom még egyszer, jó? Mert lehet, hogy valamit nem értett. Én és a gyerek talicskával érkeztünk, és nem azért, mert ez a hobbim, hanem azért, mert két békanyomdát érez az álmokfutás. De nincs ilyen, nem érted, hogy nincs ilyen? Ki mondta ezt magának? A feleségem. Nem kell minden butaságot elhinni. Azt mondjam, a feleségem nem hazudik nekem, legalábbis melegen ajánlom neki. Maga meg valószínűleg nem elég tájékozott. Gondolja, hogy én bepróbálkozom egy ilyen talicskás trükkkel a két béka nyomdáért. Hm? Mert én amúgy sokkal könnyedebben és lazábban közlekedek.
talicskával, mint mondjuk biciklivel. Mert én egy ilyen ősi, héttalicskás, nemesi család sarja vagyok, aki hagyományőrzés véget mindenhova talicskával megy, és most sunyin összekötöm a kellemeset a hasznossal, he? Lehet, hogy így van. De a lényeg, hogy nincs két béka nyomda. Azt mondjam, hát akkor nézze már erre a gyerekre, jó? Ő ezért jött talicskával, a két béka nyomdáért, és nem azért, hogy hülyének nézzék az apját, hanem azért, hogy a kis társaik a vállukon vigyék, mert ezzel erőre segíti az óvodát, vagy a kolóniát, vagy a csoport. Igazából azt sem tudom, mi a faszra jó az a két béka nyomda. Csak azt tudom, hogy kettő kell belőle, érti? Nem egy, nem három, hanem kettő. Hát miért nem lehet csak úgy benyomni és kész, he? Mi? Úgy áldogálunk, mint a határon, tényleg fél, hogy fogy a festék, vagy mi a baj? Mi? Ja. Tudom, mi a baj. Mennyi az a redves béka, kifizetem. Nem, sajnálom, de nem lehet. Na jó. Akkor most... Vagy benyomod azt a két békát, vagy megtalicskáztatlak, de úgy, hogy nem lesz benne nejlon. De ezt hála jó Istennek nem mondtam ki, csak gondoltam, viszont éreztem, hogyha nem kapok kávét, biztos, hogy elvisz a rendőr. A hölgy is érezte, hogy valami nagy baj van készülőben, ezért nagykegyesen annyit mondott. Na jó, tessék itt a két béka. Nekem te kegyelem békát ne adjál. Én nem egy rászoruló vagyok, hanem egy hős. Világos? És azzal mentem ki büszkén és hülyén, mint egy igazi héttaliskás nemes, aki eljátszotta az összes békáját. Hazafelé már vártak a falusiak. Hey, Bogácsú, hol van a kisgyerek a talicskából? Mit tudom én, biztos kiesett valahol, nem mindegy ez magának. Majd csinálok egy másikat. Itt már valakinek bűnhődnie kellett, és kinek? Hát egyértelműen az asszony. Rá is rúgtam az ajtót, elpanaszoltam a panaszolnivalót. Ő nem szólt egy szót sem, csak csendben odavezetett a laptophoz, ahol megnéztük az aktivitás napjáról szóló e-mailt, ahol egyértelműen látszott az igazság. Talicska egyenlő két béka nyomda. Háj, van Isten, most megyek és szétbontom az óvodát. Csak előtte még legurítok egy kávét, és hogy a kávé végig sündörgött az ereimen, hirtelen minden megváltozott, minden jó és szép lett, egész addig, amíg meg nem láttam a kert közepén emlékműként tornyosuló sithalmot, de az már egy másik történet. De a kávé mindent meggyógyít, nem? Lenyugtat, főleg a függő vagy. A kutyáknál, amikor elfogy a kerítés, az ilyen, nem? Mert ameddig ott van a kerítés, addig meg... Ahogy vége a kerítésnek, hirtelen minden megváltozik, madár szó a levegőben. Szevasz, testvérem! Gazdáddal megvagytok? Föltehetnék egy kérdést? Megszagolhatnám a seggedjukát. Na de... A sport, a talicska végül is egy sport, és tulajdonképpen az emberek azért, hogy meghódítsák a gyengébbik nemet, állandóan sportolnak. Ma például a foci, nem tudom, ismerik-e, ha már a sportokról beszélünk. Ismerik? Külföldön játsszák. Hát Viktornak annyira nem jött be a taktika, mert ő úgy gondolta, hogy a stadion az egy ilyen focista keltető. Jó, meg van építve. Stadion ki van téve a napra. Nap süti a gyepet, a gyep alá meg be vannak dugdosva a kis Ronaldo magok, és várom. Hát, ha ki kell az egyik, nem? Gyere, gyere, geci, fejre adja, gyere, gyere! Egyelőre még nem kell egy se. Szakemberek nincsenek, szakértőkből viszont rengeteg, és hát a mérkőzések legjobb szakértői az asszonyok. A lehető leglényegtelenebb dolgokra fel tudják hívni a figyelmet. Egyszer néztem egy nagyon izgalmas mérkőzést, és azt hallom a háttérből. Hű, hogy fut a bíró. Ez kit érdekel, hogy a bíró hogy fut. És ezt még sikerült egy mondattal tetézni. Azért ő is elfárad, ugye? Nem, nem anyám, ő nem fárad el soha, tudod? Mert ő mindenhova futva megy. Hát azért van feketében, mert meccs után általában temetik. Hát nem bírja a szíve. A partjelzők pedig a segédei, akik az ászlók segítségével irányítják, mint egy repülőt, meg kifut a pályára. Tényleg? Dehogy is. Na de... Azért vannak az igazi szakértők, akik a szponzor érrevasalt ingében üldögélnek a sporttelevíziókban, és akkor ott elkezdődik az én úgy gondolom, én azt gondolomozás.
Én úgy gondolom, hogy ha fölviszik a labdát, akkor az fönt van. Én azt gondolom, ha lehozzuk, akkor az lent van. Én úgy gondolom, ha belegondolok, ha rágondolok, ha átgondolom, ha mellé... Ez az én úgy gondolom, én azt gondolom, ez az intelligens őzés. Mert ha gondolod, akkor gondoljad. Ha mondod, akkor pedig mondjad. Mert azt már mindenki tudja, hogy megszületett egy gondolat az agyadban, mielőtt kijött a szádon. Vagy pedig nem ugyanarra gondolsz, mint amit mondasz. Hát akkor meg hazudsz, gyökér. Nem véletlen politikusaink is mondjuk. Én úgy gondolom, hogy mielőtt rágondolsz, megmondom, hogy hazudsz. Tehát ne is menjünk ebbe bele. Én a focinál egyébként nagyon sajnáltam, hogy nincs itthon szuper lassítás. Mert hát először azt hittem, hogy azért, mert nincsen rá pénzünk, de nem. Azért, mert nincs mit lassítani. Már eleve olyan, mint a visszajátszást néznéd, nem? Mit lehetne lassítani, mondjuk jön a passz? Kispadra nem megyünk rá. Na, szóval az a lényeg, hogy van a foci, de a focihoz hozzátartozik a futás. Csak akkor javaslom, hogyha hasznos. Én 300 méterre lakom egy erdőtől, de 100 méter után már azért futok, hogy ne az emberek előtt álljuljak el. Aztán, amikor beérek az erdőbe, ott meg azért, mert érzem, hogy lassan görcsöt kap a lábam, fölcsapódik, mint egy motorháztető, beesek az avarba, ott meg megraknak a vaddisznók, mert hát állítólag ez egy kiszámíthatatlan állat. Főleg, ha így várod. És még jó, hogy nem a medve, mert a medvétől egyébként rettegek. Gyermekkoromban láttam a Medve című filmet, és ott kaptam egy kisebb sokkot az állattól. Már itthon is nézem mindig a bozótot. De aztán elmentem Erdélybe, és ott valós medveveszély volt. És mondtam a vadásznak, hogy azért a biztonság kedvéért én elhoztam magammal a kis kést. Na. Most jó, hogy magaddal hoztad. Mert ha gyűn a medve, elvághatod vele a saját torkot. De én mondtam azért, hogy tisztában vagyok az állat biológiájával is. Nem vagyok jó biológiából, de jobb vagyok, mint egy osztálytársam, aki biológia érettségi mentőkérdésnek azt kapta, hogy mondjon egy erszényes állatot, csípőből rávágta, hogy bagoly. Tanár arca rezenéstelen maradt. Jó van, Zsolti. Örülök, hogy így kivágtad magad. De mondd már el nekem az ötösért, hogy... Mégis hogy jöttél rá, hogy a bagoly erszényes? Nagyon egyszerű tanára. A bagoly mindig fönt áldogál. A fán fönt áldogál, nagyjából így, zsebre dugott kézzel. Nem ment át. Na, de a lényeg, hogy mondom a vadásznak, hogy én tisztában vagyok az állat biológiájából. Tehát a melső lába hosszabb, mint a hátsó. Azaz, ha lejtőn lefelé megy, akkor már nem tud olyan gyorsan menni. Zárójelbe jegyzem meg, hogy csak úgy 40-nel, tehát ne nagyon tesztelje ezt otthon senki. Ezt is meghallgatta, majd annyit mondott. Á, nem a medvéné kell gyorsabbnak lenned, a társadnál. Nagy életbölcsességek vannak oda át, úgyhogy javaslom, látogassuk meg testvéreinket. És hát a sportok koronázatlan királya az egyértelműen a gyúrás, mert az egyértelműen szorítja ki az agyat. Én egyszer elmentem egy nihilista haverommal gyúrni, és ott azt mondta az edző, hogy a fekve nyomásra a súlyzó nélküli rúddal kell melegíteni, ezt ki is nyomtam 10-szer, majd rászorult a mellkasomra. És mivel a haverom is kinyomta már 10-szer, ezért nem nagyon tudta rólam leszedni. És az óriás kopasz, aki mellettünk áldogált, nem hitte a személynek, hogy ez a két gyökér megöli magát egy súlyzó nélküli rúddal. És lányok zavarunkba átmentünk a vádligépre, ahol a haverom lába egyből görcsöt kapott, úgyhogy oda többet nem. De vannak, akik versenyszerűen foglalkoznak ezzel az egésszel, és akkor eljön a megmérettetés napja, végre bekenheti magát babaolajjal, fölkapja az anyja tangáját, feszít a fényben, rendben is van, feszítsen, ezért dolgozott, akkor csinálja. De mi csinál még? Mosolyog. Hát ez aztán kurva természetes lélek, hogy nem tudom, van itt szakértő, hogy ez kell? Hogy azt mondja a zsűri, hogy hí, de szépen mosolyog az a darab, szaradok rá még 5 pontot.
De lehet, hogy az majd saját magára hők csak visszatartja, nem? Anyámban nézek ki az ki. Nézem a lakítót nyit! Ha ilyenkor egy gorilla beugrana a bozótból elém, úgy rognám picsán, hogy lefutna róla a bőr, érted? Tehát mondjuk eleve a gorilla az a segberugásra van tervezve, nem? Tehát az egész tartás... Régen a sport mondjuk a kaszálás volt, attól mindenkinek jó teste volt. Én úgy érzem, hogy egyre inkább távolodunk a természettől, tehát az már senkit nem érdekel, hogy hol lakik a jóisten, de az, hogy mi van a hurikán belsejében, arról csinálnak egy több huszon akárhány részes sorozatot, aminek a végén kiderül, hogy fúj benne a szél. Mindig úgy kezdődik, hogy nagyon feszültség már, mikor odaülsz, már érzed, hogy olyan feszültség, hogy leszakad a tévé. Frank, van valami éjszakon? Mi? Van valami éjszakon? Oké, Johnny, Filippo, gyertek! Óriási gyerekek! Oj, mekkora szélre fújta a sapkámat! Hát, hurikánban miért sapkába jössz? Nasz fej, gyerünk! Rakjuk oda a kamerát! Oj, oh, man! Oh, oh, fuck! Oh, man! Oh, no! Oh! Ez nem az, basszus! De van valami nyugaton? Mi van valami nyugaton? Ez az, hozd a motor, Johnny! Brászta, mekkora első kocsit kellett volna hozni! Hát az nem néz ki jól, bát meg, gyerünk el! Ez megy egy órán keresztül. Majd utána végighallgatom, hogy ez a sok gyökér a saját szavaival elmondja, hogy én mit láttam eddig a tévében. Először elmentünk éjszakra, ott nem találtunk semmit, aztán nyugatra kanyarodtunk. Először elmentünk éjszakra, ott nem találtunk. Azt hittem, hogy lerúgom a tévét, mondom, ilyen nincsen. Na de a legjobb párhuzam, hogy távolodunk a természettől, szerintem a kasza és a motoros fűkasza párhuzama. Régen mi volt? Volt a kasza, az ember állt a természetben, suhant a penge, precíz mozdulatok. A búza meghajlott a tudás előtt. Illatok szöktek a levegőbe, és a kaszás egyé vált a természettel. És most mi van? Motoros fűkasza. Kell hozzá olaj, legalább kétféle, benzin, hevederek, védőfelszerelések, damil, és még sorolhatnám, és akkor ott van a teremtés koronája, a bolygó élőlényei közül egyértelműen a legnagyobb gyökér, a fogyasztói társadalom lovagja beöltözve, és megy szembe a teremtett világgal. És akkor ott pusztul minden, érted? Ahogy berántod, a méhecskék, a gyíkok, a pockok, egyszerre visít fel a természet mindenki, aki él, hogy... Jaj, jön a faszfej, meneküljetek! És tényleg minden volt, hogy a gyerek egy félbevágott kígyóval jött utánam, hogy apa, nézd, mit csináltam! Mindegy, most már kettő van belőlem! Na de, hogy jut el egy olyan ember, mint én, aki szereti a természetet, hogy azt mondja, hogy mindegy, most már kettő van belőle? Hát úgy, hogy a motoros fűkasza kikezdte az idegrendszerét. Ugyanis azt hinnéd, hogy te lekaszálsz egy domboldalt fél óra alatt, igen, hogyha a kasza úgy akarja. De a motoros fűkasza a modern világ tanítómestere. Megtanít a nyugalomra, a türelemre. És ha ez nem sikerül, agyvérzést kapsz. Először is be kell hozzá öltözni. Ez egy hosszabb ceremónia. A kaszához mi kellett? Maximum egy alsó nadrág, de az is csak akkor, hogyha túl hosszú a farkad, és félted, hogy a makkodat lenni. Én ezért használom egyébként. És egyszer csak megtörténik az, amikor a kasza megáll. Miért, azt nem tudjuk, de megáll. Most, ha te nem vagy gépészbeállítottságú, akkor egy valamire vagy kiképezve, a berántásra. Berántod egyszer, kétszer, háromszor, ezerszer, mert valamiért azt gondolod, hogy az ezredik berántásnál valami varázslat folytán ott a dolgok összeállnak, és minden megy, mint a régi. Nem. Nem fog elindulni a büdös életbe, és mikor már 40 ezredszerre rántottad be, és annyi erő sincs az ujjaidba, hogy valahogy egy cigarettát megtartsál, hogy meg tudjál pihenni, akkor jön el a kálvária, amit csak vágóképekben mesélnék el. Szomszédhoz átmenni,
segítséget kérni. Pálinka, pálinka, szomszéd átjön, szívességgel tartozol, pálinka, pálinka. Szakértőzés, pálinka, pálinka, hülye vagyok, nem ilyet kellett volna mennem. Pálinka, pálinka, hogy ő megmondta, pálinka, pálinka, hát mekkora fasz vagy, pálinka, pálinka. Kiderül, szomszédnak is ilyen van, pálinka, pálinka. Szomszéd is tök hülye, hazamenünk, és a fű megközben csak nő és mosolyog. De mindközülről a legrosszabb, hogyha elfogy a damir. Ugyanis ez egy ördög lakat a kasza tetejében, amit folyamatosan feszít szét egy rugó. És ha még kezdő vagy, és az agysebészi mozdulatok egyikét is elrontod, akkor a rugó szétveti ezt az egészet, a damil, a szérózsa minden irányába boldogan szökik szana szét, a kis csavarok, mint a pockok a vércselől úgy futnak be a fű alá, hogy a kurva életben meg nem találod többet, és akkor jön egy olyan földön túli őrjöngés, amit egyszer nem tudok már szavakba leírni. Tehát, na, ilyenkor nincs az, hogy a szörnyet elrejtem a gyerek elől, hanem a gyereket kell elrejteni. Tehát az asszony úgy menekít ilyenkor a kölyköt, mint napalm támadásnál. Hát gyerünk, gyerünk, fogd be a füled, ne nézzél lapára, ne nézz, kusik, de miért, anya, menj, 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 meneküljél, kicsikém! Én pedig, a kurva, pff, anya, minden. Az a fajta vörös köd, ami mindent pusztít. Tehát ilyenkor egy gorilla beugrana a bozótból elém, úgy rognám picsán, hogy lefutna róla a bőr, érted? Tehát mondjuk eleve a gorilla az a segberugásra van tervezve, nem? Tehát az egész tartás... Hát így van kialakult, ki van kopva a bőr a fenekén, érted? Tehát tökélet. És egymás ráadásul nem is tudják segberugni. Azért köröznek így egymás mellett szerintem, hogy... Kongó, ugyan másságban, nem megy nekem se bongó, nem próbálta, nem viszont meg tudom a lábammal markolászni a seggedet. Borzasztó őrjöngés, tényleg a tárgyak tudnak engem igazából kikészíteni. A lekváros üveg esete, ha az leesik, az már reggel tudja, hogy le fog esni. Mikor kicsit renyhül a fogás, izzad a tenyér, megmozgatja magát, és... Széttörik. Na és ezzel nem tudsz mit csinálni. Ugyanis nem lehet felmosni, mert cilánkos. Nem tudod felporszívózni, mert lekváros. Egy valamit tudsz csak csinálni, hogy torkot szakadtából üvöltesz fölötte, egész addig, amíg nem jön az asszony, és föl nem takarítja. Visszatérve a motoros fűkaszára, nem véletlen, hogy a halál is a régi kaszát használja. Mert ha nehogy Isten rászokik erre az újra. Mire berántja, mire átjön a szomszédtól berúgva, és oda... Mindjárt ne haragudj véget! Tartsd a nyakad! Ó, bekapta a köpenyem a kurva anyját! Sokkal jobb ez így nekünk. Tényleg mindent megteszünk a hölgyekért. Én még a táncművészeti főiskolára is jelentkeztem, mert... Azt mondták, hogy a táncművészetire elég, hogyha jó ritmusérzéken van, meg hajlékony vagyok, és akkor simán fölvesznek. Meg hát tök hülye voltam mindenhez, tehát ez volt az utolsó esély. De hát ott rengeteg nő van, el is mentem, mert nekem nagyon hajlékonyak az ujjaim. Tényleg teljesen hátra tudom szinte hajlítani, ez egy ilyen különleges képesség. De ez nekem nagyon jól jött, amikor mondjuk... Amikor fiatal koromban beraktam a karkötő mögé, és felszálltam a 4-es-6-os villamosra kapaszkodót keresve, egyszerre 20-an adták át a helyüket. Mondjuk csajózni azt nem tudtam vele, mert hiába mondtam, hogy hello, Dani vagyok. Az nem működött. De pókozni lehetett. Gyere, kis Lacika, mit lehet? Sok mindenre jó volt. De gondoltam, hogy hajlékony vagyok, akkor oda megyek, kész, el van intézve. Bementem, na ott már mindenki nyújtott, tehát spárgába mentek a WC-re, lábbal kapaszkodtak a villamoson, iszonyú nyújták. Én meg bementem. Szevasztok, gyökerek, lehet pakolni, megjött a császár. Bent egy kedves néni várt, 8 kiló, ebből 4 a haja. Annyit kért, hogy érintsen meg a padlót. Hát, ez a nekem való feladat. Nesze! Azt a kurva! Nagyon rossz érzés ott rájönni neked csak és kizárólag az ujjaid hajlékonyak, semmi más. Mint a fuldokló úsztam a park felé, hogy nem áll, ne itt, ne hagyjuk csak. Néni nagy kedvesen megkérdezte. Segítsek? Legyen kedves.
két kis pillekezét rátette a gerincemre, és egy ilyen 40 megatonnás nyomást gyakorolt rá. Tehát azt éreztem, hogy minden szétszakadt bennem, ami él és mozog. Nem tudtam kiegyen, attól fértem, hogy úgy megfeszült a bőr, hogy a segjük a melyet cserél a számmal. És nem tudtam kiegyenesedni. Tehát az egy dolog, hogy csajozni, így már nem fogok, maximum metrón taperolok valahol. De munkám se lesz. Talán kéregetés a Moszkva téren, vagy beállítanak egy swinger klubba a sarokba, hogy 500 a köcsök, használjátok nyugodtan. Mai napig egyébként szeretem a néptáncot, és volt egy érdekes történet, amikor néprajzkutatók elmentek Erdélybe, és találtak egy videó, vagy nem videó, akkor még filmfelvételt, ahogy egy bácsi fergetegesen járja valamelyik néptáncot. Egy egész éven át nézték, hogy megfejtsék, hogyan csinálta. Aztán elmentek vissza Erdélybe, hogy felkeressék a bácsi még élő rokonait, hogy mégis megtudják, hogy csinálta ezt. És mutatták neki a felvételt, hogy hát, látja, hogy Áron bácsit, hogy helyezi át a testsúlyát, és hogy lett ennyire légies, mivel dolgod, mi volt a motori? Hogy csinálta Áron bácsi? Ja, Áron bácsi? Be volt basszva. Nagyon egyszerű megoldások vannak az életben, van, ami így működik. És hát... Köszönöm szépen. Szóval a csajozás az fantasztikus dolog, de a gátlások sokszor visszafogják az embert, és én mindig fölnéztem azokra a sofőr emberekre, akik hát régen barkaszban ültek, egy kozgolyó volt az egész ember, csak két fehér szempár világította sötétség mögül. Már a barkasz lekopott, de most átültek újabb autókba, és ezek mindig beszólnak a legjobb nőknek. Nem tudom, ismerjük ezt a figurát, oda. Gyere már ide, na! Gyere már ide, az anyád úr, megduglak, na! Gyere ide, gyere! Az a kérdésem van a hölgyekhez, hogy volt már olyan, hogy ez bejött. Egyszer csak így megfordul a csaj. Wow! Pont egy ilyen nyakig szaros, gusztustalan állatra vártam. Ja, és most látom, hogy neked nem is két fogad van, csak egy. Jaj! Mert a másik az egy cigicsik, ugye? Oh! Na figyelj, amíg piros a lámpa, kenyérbe gémzsírral dobjál fel a platóra, azt add meg, ami jár. Én megadtam önöknek, ami jár, önök is nekem. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! Na végre! Befejezte! Emberek, vakulunk! Visszament? Minek? Tapsolnak. Ki? Várunk. Mondom, várunk. Megint visszament. Hát ez nem volt annyira jó. Na jó van, most már elég volt. Bevegyünk, pakolunk. Rugdossátok le a színpadról. Szedjétek ki a ládákból a törpéket, mert megfulladnak. Mozgás, mozgás, mozgás. Pakolunk. Vége.